Vendégünk Schmidt Robert, irodalomtörténész, aki ma egy próza kötetet hozott magával. Pető Candrás az öreg asszony, aki valamikor kislány volt című könyvét elemezzük. Szervusz, jó Most, estét! Jó estét jó kívánunk! Estét. És hát milyen történetek ezek? Azon kívül, hogy néhány példától kivét, kivétellel a többség az, mind Buda játszódik. A Buda egy, egy izgalmas része ennek a kötetnek, mert hát ez valamennyire szimbólum, persze Pest is az, de, de ugye Buda valahogy a polgári életvitelnek, egy ilyen régi módi világnak, nem? Ezzel a tabánnal, a városmajorral, a rendezettségnek a szimbóluma. A Márai mondta, hogy Budán lakni világnézett. Hát, pontosan, ezt, <gül> <gül> én, is, én is így gondolom, mire este volt több, mint tíz év, amúta. én is Budára költöztem. Uh, és a, amit, amit ezek a szövegek csinálnak egyébként uh, Budával, hogy ugye hajlamosak vagyunk uh, itt mondjuk az első második, tizenkettedik kerületben, tehát ezek a, tényleg ezek a sztereotipikusan budai kerületekben. Um, úgy, úgy tekinteni minden elemre, mint ami egyfajta ilyen kellék, vagy ilyen háttérként szolgál ehhez a, ehhez a budai milliőhöz. És a történetek egy része, uh, például egy hegedűművészen keresztül, vagy egy, vagy egy hajléktalan keresztül, gyakorlatilag e mögé az ilyen díszletérzés mögé néz. Tehát, hogy aki ott hegedül a várban, uh, például az egyik novellában, annak a, annak a hegedűművésznek van egy beteg, beteg kisgyereke, aki, akinek a gyógyszereire pénz gyűjt. Vagy például van egy, van egy hajléktalan, aki bár Budán lakott az első kerületben, ö, oda sikerül úgy hát visszaköltöznie, hogy ö, hogy belúg a házba, és ö, ott van felül egy ilyen tároló rész, és akkor ott húzza meg magát, majd pedig egy asszony, egy ott lakó kizaharja, és hogy gyakorlatilag az emberi méltóságában megalázza azzal, hogy, ö, hogy elkezdve üvöltözni, hogy az egész házban lehet érezni a szagát. Tehát egyrészt ö, ö, Buda így, így jelenik meg, egy kicsit ez a budai díszletek mögé való benézésként. Másrészt pedig azt is tudatosítja bennünk jó néhány novella, hogy ezért persze Buda nagyon zöld, polgári, de hogy van, vannak a történelmében mondjuk kevésbé, kevésbé kedvelhető részek. Ugye itt gondolok például a vészkorszakra, ugye a nyilasoknak a, a véres magyar ugye az egyik, egyik főhadiszállások volt. Erről is van szó néhány novellában, illetve hát arról, hogy Buda ilyen furcsa, hát ilyen káder temető volt, olyan értemben, hogy ugye ilyen párthoz nagyon hű embereknek itt lettek kiutalva lakások, és például az egyik legjobb novella a kötetben, elég kis rövidke, és gyakorlatilag egyetlen, egyetlen, hát napnak egyetlen cselekményét ragadja meg a főszereplője életéből, egy embert, aki mindig lépcsőn megy fel a lakásához, és útközben mindig leköpi a volt házbizalminak a, a bejárati ajtaját. Ez egy ilyen kicsinyebb bosszú. És hogy azért is baromi jó a, ez a novella, mert hogy felveti azt, hogy ki van beleragadva az előző rendszerbe. Tehát az a házbizalmi, aki persze úgy jelentett ezekre az emberekre, vagy az az ember, aki még így évtizedek elmúltával is, pontosan, 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 és uh, így, így uh, viselkedik. Kompenza. Mennyire önéletrajzi illetésűek ezek a történetek, és már ugye felmerül ilyenkor a kérdés, hogy mennyire lehet elemelni a saját életünktől azt, amit a, a prózánkban írunk. Hát a szerzőről tudjuk, hogy ő is Budán lakik a, a vár vagy hát ott a vár, vár környékén. Uh, igazság szerint két, két szempontból lehetne önéletrajzának nevezni. Uh, ugye Petrics Andrásnak most jött ki, ez ugye egy nagyon friss kötet, és ezzel egy időben nagyjából kijött egy verses kötete is, a Fekete Sasnál, uh, az a címe, hogy a látogatás emléke. És például itt talán két novellát, a, az Hát a szerző édesanyjáról gyakorlatilag, tehát az édesanyjától való búcsú, búcsújáról. És egyébként ezek a novellák szerepelnek a verses kötetben is, versként megírva. Ezek egyébként mindig ilyen nagyon, nagyon izgalmas dolgok, amikor, amikor a szerző ugyanazt a, ugyanazt a témát, vagy ugyanazt az eseményt megírja a prózában és, és versben. Tehát egyrészt így lehetne önéletrajzónak lehet, nevezni, Másrészt pedig úgy, hogy gyakorta előfordul a novellák témájaként az, hogy egy művész hogyan érzékeli a világot. Ugye ez, ez egy, hát egy, ilyen evidencia, hogy nyilván az írók máshogy látnak bizonyos dolgokat, bizonyos cselekményeket, vagy eseményeket, tehát hogy főleg ugye esztétikailag. És hogy több novella foglalkozik ezzel a, ezzel a sajátos művészi látásmóddal, és én például ezt is bizonyos szempontból önéletrajzinak mondanám, hiszen a szerző gyakorlatilag azt a azt, a, hát azt a, azt az érzékelést, vagy azt a, azt a megtapasztalási módot persze történetekbe beépítve tárja az olvasó elé, ami őt egyébként jellemző. És a kötet humoros oldaláról talán csak egy kicsit árnyaltat tudtunk ma beszélni, de ezért is érdemes kézbe venni ezt a kiadványt és elolvasni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm oldal. szépen. Köszönjük szépen.